Az egyik legkedveltebb helyszín a Tiszató környékén a Hallépcső. Itt szinte minden túrázó megáll egy kis pihenésre. A házikóban nagy üvegablakon keresztül megfigyelhetjük, hogyan igyekeznek a halak felfelé az árral szemben. A Kiskörei Hallépcső Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. Elsődleges feladata az, hogy természetes átjáróhelyet biztosítson az itt élő halaknak a Tiszató és a vízlépcső alatti folyószakasz között. Budapesten élek, de nagyon sokat vagyok itt. Szeretem a természetet. A megkérdezett bicajosok közül mindenki örült a nyárias ősznek. Már régóta terveztük, hogy eljöjjünk ide a Tiszatóra, és most úgy időjárást néztük, és úgy láttuk, hogy ez az utolsó szép nyári, őszi nyári szép, vagy szép idő, amikor még egy jó turát meg lehet csinálni a biciklivel. Szép idő volt szeptemberben is, és reméljük, hogy még tartani fog ez a szép idő. A túrázók között volt olyan kerékpáros is, aki kifejezetten várja a hűvösebb időt, ami kedvezőbb a kerékpározásra. És hogy mit érdemes megnézni kerékpáros túra keretein belül a Tiszató körül? Sok mindent, de a poroszlói tiszatavi ökocentrumot mindenképpen, ahol megcsodálhatjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát. Aztán Poroszló mellől indul a kishajó a tiszatavi vízisétányhoz, ahol a víz felett sétálhatunk, madarakat leshetünk és pihenhetünk a kis szigeten. Valamint mindenképpen érdemes megnézni a tiszatavi tiszavirágtanösvényt, ami olyan, mint egy mese, és megismerhetjük a kérészek, valamint a pákászok életét.